Köszönöm szépen, és Isten hozott benneteket Szabadkán. Nem először a Hotworks itt a színpadon, és nem is utoljára, ha jól értem a dolgokat, a közönség nagyon szereti az előadásokat. Ezzel a produkcióval még itt nálunk nem jártak. Mit tud mondani nekünk erről a produkcióról, ahol csak táncosok vannak a színpadon, nem is veszik észre annyira a környezetet, és nem veszik igénybe, nagyon sűrűn saját magukat is elvesztik azokban az interakciókban. Mit tudnak mondani az előadásról még a szabadkai közönségnek? Hát igen, jártunk már itt korábban, ha jól emlékszem, most nem tudom, háromszor vagy négyszer, pontosan nem emlékszem, de hogy az biztos, hogy szerintem ez az előadás, ez egy az előzőekhez képest kevésbé egy ilyen robbanékony, kifelé robbanékony energiájú, inkább, ahogy mondtad, egy sokkal intimebb, zártabb előadás. Hatan vagyunk színpadon, párban vagyunk, és igazából a mi feladatunk az abszolút a másik emberre, a partnerre való teljes odafigyelés és kvázi egybeolvadás, aminek a néző szemtanúja vagy részese lehet. Ugye a nézők körbeülnek, tehát nem egy ilyen szétválasztott nézőtérre és színpadra ketté választott térben játszódik, hanem körülbelül, tehát hogy kvázi a nézők körül ölelik ezt a nagyon intim és érzékeny, érzéki világot. Ami pedig a produkciót illeti, gyakorlatilag ez az első külföldi fellépésünk vele. Februárban lett volna a bemutatója Budapesten a Trafóban, de akkor elmaradt a pandémia miatt. Csak egy videófelvételt tudtunk elkészíteni belőle, és most szeptemberben mutattuk be, szintén a Trafóban, és most reméljük, hogy el is indul a nemzetközi turnézás vele, legközelebb az már biztos, hogy Barcelonában fogunk fellépni márciusban a Kényszéne Fesztiválon. Remélem, hogy turnézási lehetőség azért lesz, hogy a zenészeknek, hogy a színészeknek, táncosoknak. Az idei fesztiválban volt sok zenei produkció, és érdekes módon szeretem is most, ahogy belegondoltam ezt az ívet, ahogy levezettek a fesztivál programot, hogy a megnyitón a Nagy Józsefnak volt az Alma előadása 8 közép- és nyugat-afrikai táncossal. Most meg 6 táncossal fejezzük be a fesztivál programot a ma este itt a színpadon. Abban az előadásban valahol Nagy József próbálta próbál rájönni arra, hogy mik voltak azok az ős táncok, az ős ritmus az emberekben, ami előkerül. Azt mondhatjuk, hogy a mai előadásban inkább kortárs hozzáállással és a jövőt keressük? Hát ez egy nehéz kérdés. Én ezt nyilván egy ilyen belső megélésből tudok erről nyilatkozni, mivel én így működtetője vagyok, vagy így benne vagyok ebben az előadásban. Nyilván kortárs előadásról beszélünk, de azt gondolom, hogy a mozgás nyelvezete ennek a munkának nagyon egy ilyen mikro nüanszi mozgás és érzékelésre van kalibrálva, ami szerintem nagyon hasonló egy természetes, akár hétköznapi, talán sok ember életében is jelenlévő intim mozgásvilágra. Azt, hogy a jövőt keresi az előadás, szerintem így, mivel a pandémia alatt született, ahol tényleg volt egy ilyen távolságtartásra voltunk így nem tudom, kárhoztatva, és az előadás igazából picit ellene ment ennek, hogy tényleg így a nagyon intim és nagyon közeli fizikális kapcsolódást kereste, vagy annak a fontosságára mutat bizonyos szempontból szerintem rá, és annak így az ember, vagy a mindennapi életünknek egy nagyon fontos igényére. Szerintem az egy
Igen, az egy fontos dolog. Úgyhogy szerintem így a így egy, nem is a jelenre, hanem így a múltra, a jelenre, meg a jövőre egyszerre, meg egy ilyen alapvető dologra reflektál, vagy azt ábrázolja részben szerintem. Köszönöm szépen. A szabadkai közönségnek, akinek nem lesz lehetősége ma este látni az előadást, és mivel ez a felvétel majd csak estére az előadás után kerül a netre, mit tud mondani arról, illetve mit tud majd a közönségnek, mit tud mondani a közönségnek annak, aki nem volt, hogy mit veszített azzal, hogy nem volt ezen az előadáson? Én azt gondolom, hogy ez az előadás nagyon-nagyon fontos a jelenlét itt. Sok előadás van, ahol kárpótolható videófelvétellel a jelenlét. Itt viszont nagyon nehezen megy át az, hogyha képernyőn keresztül nézzük. Én például, mint így turnémenedzser, aki foglalkozom a társulat terjesztésével, nagyon aggódom amiatt, hogyha például programszervezők videón keresztül nézik meg, akkor vajon mennyi jön át a számukra, mert én is megnéztem videón is az előadást, és azt láttam, hogy mivel tényleg erről van szó, hogy egy nagyon intim jelenlétet ábrázol, itt a képernyő egy nagyon komoly akadály, úgyhogy ez nagyon-nagyon jól bizonyítja, hogy az előadó művészet tényleg egy élő műfaj, amelyet nem lehet olyan könnyen videóval helyettesíteni. Ezt a jelenlétet tudják sajnos elveszíteni a közönségben, hogyha otthonról nézik képernyőn keresztül. Közben viszont nyilvánvalóan nagyon sok minden át is megy. Azt javaslom azoknak, akik otthon nézik, hogy szánják rá az időt a darab elején, hogy belehelyezkedjenek az alaphangulatba. Nagyon lassan indul el az előadás, és hogy érdemes ezt koncentráltan megélni ahhoz, hogy utána együtt tudjanak mozogni a darabbal 90 percen keresztül. Gondolom, hogy nagyon jól értem, amiről beszélünk, hiszen 20 éve szervezek zenei programokat, és totál más az, hogyha érkeznek az anyagok CD-n vagy bakeliton, ahhoz, hogy hasonlítsuk, hogy egy koncertet megnéztünk egy showcase fesztiválon, vagy ott voltunk egy másik fesztiválon, vagy koncerthelyszínen, másképp értjük a dolgokat, amik történnek a színpadon, meg amit hallunk. Én nagyon szépen köszönöm ezt a rövid beszélgetést. Annyit még, ha hozzá tudnak fűzni, hogy mivel készül még a társulat a következő 1-6 hónap, 1 évben, hogy vannak-e tervek, és hogy milyen irányba reménykedhetünk. Természetesen vannak. Csaba most például Brémából érkezik, mert a következő bemutató az februárban lesz. Hód Adrián koreografál egy darabot a Brémai Színháznak. Ez a második koprodukciónk velük. Az elsőnek hallatlanul nagy sikere volt Németországban. Bekerültünk a 18-19-es legjobb 20 német előadásba, a 600 előadásból válogattak. Nos, ennek a koprodukciónak a folytatása zajlik éppen most már, zajlik a próba folyamat. 5 megváltozott képességű táncossal és a Brémai Színház 6 táncosával, valamint Csaba ebben a darabban koreográfus asszisztens. Ez lesz tehát a következő nagy lépésünk, februárban lesz ez a bemutató, és egyébként pedig a jelenleg repertoáron lévő darabokkal turnézunk a jövő folyamán, és valószínűleg lesz majd még egy premiér, de erről még inkább nem mondanék semmit. Előre is örülünk neki. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt vannak Szabadkán. Köszönjük a Köszönjük szépen. lehetőséget.